A Miklósi utcai Dianna és a Dózsa György utcai jubileumi óvodákban párhuzamosan kezdte meg a beruházást a kivitelezést végző Sátoralja Újhelyi cég. Az önkormányzat által elnyert 150 millió forintos támogatásból ezek mellett a Károlyfalvai tagóvoda energetikai korszerűsítése valósul meg. Mind a három helyen külső szigetelés, belső, nyilázáró, cserék, ajtó, ablak, födém szigetelés, és hát ennek következtében egy külső színezés, festés is, úgyhogy egy megújulás következik be, nem csak abból a szempontból, hogy kevesebbe fog kerülni a fenntartása, a működtetése a téridőszakban az intézményeknek, vagy a tagintézményeknek, hanem azért is, mert külsőleg is láthatóan megújulnak, hiszen amelyik épületen ajtót, ablakot cserélnek, szigetelést, nikeszelet raknak föl, azt pedig befestik, az önmagában is már egy nagyon látványos előrelépés. A beruházás elkezdődött, de belenyúlik az óvodai évkezdésbe. Az intézmény igazgatója szerint ez sem az óvodai nevelésben, sem a kivitelezésben nem okoz majd problémát. Beszéltük a kivitelezőkkel, hogy kezdjenek a belső udvar részre eső falakkal, és hogyha a külső része esik mondjuk szeptemberre, az kiküszöbölhető. A csoportszobák nyilászáróinak a cseréjénél pedig megpróbáljuk úgy megoldani, gyönyörű idő van, a gyerekekkel tudunk az udvaron lenni, és amikor egy-egy csoportszoba elkészül, akkor takarítás után birtokba tudják venni a gyerekek. Ezt mi az udvarral, illetve az aulával át tudjuk hidalni itt a Dózsa György utcán, de ugyanúgy a Miklósi utcai óvodánkban, a Diana óvodánkban, ott is ugyanígy meg tudjuk oldani. Az önkormányzat további fejlesztéseket is tervez az épületeken, szintén uniós pályázati támogatások segítségével az óvodák belső tereit szeretnék felújítani, illetve gépészeti korszerűsítéseket is szeretnének végrehajtani.